Mindkét településen megtették a kormány által előírt intézkedéseket, Kocsolán és Kaposszegcsön is bezártak az iskolák és az óvodák a hónap közepén. A világjárvány új feladatokat állít pedagógusok, diákok és a szülők elé is. Mindenki megtesz annak érdekében mindent, hogy ez zökkenőmentesen és jól működjön. Az óvodásoknak is különböző feladatokat adnak ki az óvodópedagógusok. Ők állították össze a feladatsorokat, ez számolásból, kis kifestésből, éneklésből áll. Ezt mi önkormányzattól vállaltuk a feladatot, hogy kivisszük minden gyermek részére. Az étkeztetés is most már 2 hete megoldott nálunk is. Az önkormányzat vállalta fel ezt a feladatot is. Minden egyes embernek kiszállítjuk az ételt. Ez az önkormányzat autójával történik. Ez itt nálunk a Kocsolán 100 főt érint, tehát ez elég nagy feladat, és bevontunk önkénteseket is a településünkről. Képviselők is segítenek ebben. Ez körülbelül 2 órás elfoglaltság számunkra, de mindenki megkapja az ebédet, és mindenkit arra buzdítunk, hogy türelemmel legyen, és mindenki türelemmel várja ki, még odaérkezik az ebéd. A település lakóit folyamatosan tájékoztatják a higiéniás szabályok betartásáról, és arra ösztönzik őket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Községünkben működik a Polgárőr Egyesület, és ugyanakkor 2 KMB-s rendőrünk is van. Ezek felváltva járják a falunkat, és akár élelmiszerüzletek előtt, vagy kihallátnak kisebb csoportosulásokat, akkor megkérik az embereket, hogy inkább ne tömörüljenek, hanem ha tehetik, akkor egyenként látogassák a különböző gyógyszertárakat, élelmiszerboltokat, és megkérjük a fiatalokat is, mert inkább ők vannak talán, akik szeretnének úgy együtt lenni, hogy most ezt ne tegyék, és inkább mindenki maradjon otthon. Önkéntesek segítségével kezdték meg a maszkok varrását, így az igények felmérése után folyamatosan juttatják el a háztartásokba. Az idősek ellátását is megpróbáltuk megoldani önkéntesek segítségével. Ez is úgy történt, hogy felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy telefonon keresztül értesítsenek bennünket, hogy ki igényel bevásárlást, gyógyszertárba való, vagy gyógyszert elhozatalát. Itt is nagyon sok betelefonálás érkezett, nagyon sok idős kérte el segítségünket. Ezt mi megpróbáltuk megoldani. Hála Isten sok önkéntesünk van, aki a segítségünkre sietett, és a házi gondozás is működik itt Kocsolán, tehát így azáltal is meg tudjuk ezt az egészet oldani. Kaposszegcsön is meghozták a legszükségesebb döntéseket. Gyakorlatilag a hivatal eddig 2 órában működött ügyfélfogadással, kedden volt 2 óra, illetve pénteken. Ezt most a kijárási korlátozással egy időben holnaptól megszüntetjük. Telefonszámok kint vannak a hivatal ajtaján, lehet kérdezni telefonon, illetve online, valamint nagyon szükséges esetben egyeztetjük az időpontot, és úgy bejöhet az ügyfél, de igazából most már ügyfélfogadási idő effektíve nem lesz. Az óvodásoknak, akik jövőre kezdik az iskolát, szintén megoldották a fejlesztést. Online juttatják el a szülőknek a feladatokat, és ezen a felületen tudnak kérdezni az óvodapedagógusoktól. A diákok számára megoldott az otthoni online oktatás, és megkeresés érkezett eszközigényre az önkormányzathoz, amely azóta megoldódott. Közösségház tekintetében már március 16-ától minden rendezvényt lemondtunk, tehát nem csak a nagy rendezvényeket, ugye a 100 fő alattiakat, hanem a kicsiket is. Én azt mondom, hogy észszerű döntés volt, hiszen az is, hogyha 4-5-6-an, akár egy filmklubban 10 megjelennek, az sem szerencsés a mostani időszakban. Azóta ugye átszervezésre került a közösségi szervezőnknek a munkája is, ő is segít a szociális ellátásban. A 70 év feletti idősek ellátása gördülékenyen működik a településen. Az élelmiszerellátás, gyógyszerbeszerzést még a jelenlegi állománnyal meg tudják oldani, és elkészültek arra az esetre is, ha megnövekednének az igények. A Liget lakótelepen mozgóbolt működik.
felajánlották azt, hogy több helyen megállnak, hogyha szüksége van rá, mint eddig. Tehát, és dudaszóval esetleg jelzik. Ők azt kérik, hogyha valaki szeretné, akkor akassza ki a kapura a szatyrát, és akkor ott dudálnak. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy a helyi vállalkozókkal, lakossággal próbáljuk gördülékenyen megoldani ezt a helyzetet. Eddig meg sikerült, bízom benne, hogy ezután is így fog megvalósulni. Ugye a lakosságot folyamatosan értesítjük, működik most már az új honlapunk, kicsit még van rajta finomítani való, de a funkcióját már tökéletesen szerintem ellátja. Működik a Facebook oldalunk, illetve én személyesen is, amiket megosztok, örülök, hogy azért látom, hogy egyre többen nézik, Liget lakótelepről is egyre többen nézik. Március 28-án 0 órától a kormány bevezette a kijárás korlátozását, amelyben szabályként megfogalmazták azt is, hogy a 65 év felettiek a 9 és 12 órai időzónában vásárolhatnak be. Kérem az időseket, hogy mégse ők menjenek. Tehát ha tehetik, csak akkor menjenek, ha nagyon szükséges. Itt vagyunk mi, nekünk is lehet szólni, illetve a család többi tagja, ha próbál bevásárolni. Nekünk itt családi házas övezetben sokkal könnyebb a helyzetünk, mert ugye gyerekeket, egyebeket ugye ki lehet engedni, ki lehet nekünk is jönni, könnyebb a mozgásterünk, főleg, hogy jó idő van. Ugye a Liget lakótelepen ez sokkal nehezebb, de ott is nagyok a zöld területek, meg lehet tartani azt a 1,5 méteres távolságot egymástól, és igyekezzünk erre. A házi orvos folyamatosan rendel, és a helyzetnek megfelelően a személyes találkozások helyett online vagy telefonon oldják meg a receptfelírásokat, illetve egyéb kisebb problémák megoldását. Az e-recept kiváltását egyre hatékonyabban használják. Védőnői szolgálatunk működik, az előírásoknak megfelelően ő otthonról végzi jelenleg a munkáját. Ez azt jelenti, hogy a státuszozást, egyebeket online végzi, illetve telefonon lekérdezi, leméreti a gyerekeket, stb. Illetve megvan adva nyilván az a lehetőség is a kismamáknak, illetve a fiatal, ugye a kisgyerekes szülőknek, hogyha olyan problémája van a gyerekkel vagy önmagával, hogy nem tudja megoldani telefonon, a védőnő nem tudja ezt megítélni telefonon, vagy online videóból, akármiből, videócsetes üzenetekből, egyebekből, akkor be lehet menni, de nyilvánvaló, hogy ez telefonos egyeztetés. Emellett ugye az iskolában a kampányoltást azt eltörölték, tehát azok most nem valósulnak meg, viszont a többi oltást a doktor úrral keddenként a védőnő végzi.